Na, sziasztok, újra jövő, és itt vagyunk, és folytassuk a Part 2-t, és most el fogjuk végezni az utolsó simításokat, illetve teljes mértékben az üzembe helyezést. Most bekavartam itt az anyagot, itt már az agyag, látjátok, már jó készen, olyan állapotban van, hogy már ez már jó kenhető, látjátok így, ez a... Na most továbbá kukkantunk bele a kávába, mert én kivágtam még az este ezt a részt. Látjátok, így néz ki a... Itt fog égni a tűz, itt jön a tűz ide. Ez majd le lesz ez a tűztér itten teljes mértékben így fedve. Látjátok, és akkor ez is ki van vágva, ez a rész, mert ennek a füstkiáratnak, tehát meg kell, hogy legyen, látjátok így szépen. Így. És ezt még ide... bele fogom ide rakasztani, és azután jön a fedés ide. Ezt végig le fogjuk fedni, és haladjunk a munkával. Na, akkor látjunk is hozzá a munkálatokhoz. Az agyakkal. Én nem mondtam, hogy ez nem kis procedúra vagy valami, de hát esetleg, ha valakinek ilyen helyzetbe kerül, akkor ezt így a videó alapján el tudja készíteni. Ez a régi téma már egyébként, nem mostani, úgyhogy manapság már nem nagyon foglalkoznak ilyennel, főképpen a fiatalok, meg éppen nem. Na megnézzük, látjátok itt a záró, itt mutatom is belül, látjátok itt. Itt fog majd a füst távozni. Tehát így. Ezzel az elzáróval akkor így. Ez az. Ne. Mindjárt jövök vissza, gyerekek. Megint vágok ide a részt, és akkor folytatom a munkát. Kivágtam bele. Nagyon remény bácsi, maga lefogott. Á, de jó, hogy jöttem. Na, látom, beütöztél meg. De megvan. Na, jó, hogy itt vagy, hiszen most már az utolsó simításra következik. Hát egy kiló, de lehet két kiló sót is bele fogunk helyezni abba az anyagba. Az mi lehet? Úgyhogy ez nem húsleves, ebből nyugodtan lehet beletenni. Ezt át kell dolgozni, Gyuszi. De az mi, minek kell bele most a sót? Ez azért, hogy ne repedjen ki az agyag. Van benne egy kis homok, és ízüveg, meg só. Úgyhogy ezt nem szabad bele sajnálni. Nesztet, Gyuszi, ezt mindjárt összejátszott, kavard is össze nekem ezt. Jaj, itt a sós agyagot. Jó lesz az. Jó, és akkor szerintem ez mikor összejátszódik, ez a jó sós agyag. Ez már nem fog kicserepesedni. Ezt kell bele, egy kis vizet kocsintjunk bele. Még egy, de nehezebb elég, bácsi. Ne? Jó, ne, ez elég lesz szerintem. Na itt lesz egy kis macerás munka, hogy a tűztérnél nézzétek meg, mert ez nem úgy van megcsinálva, ebben hivatásszerűen, de hát itt egy ilyen betét szokott benne lenni, ez a Lernek végén a romák ezt egy fridzsinek használták, fridzsidernek, úgyhogy a legyek ellen betették a kaját, a sült húst, meg minden. Hát jó, magam is emlékszik, én 5-6 éves lehettem. Na, tehát az a lényeg, hogy tehát ezen a szinten meg kell hagyni, hogy a füst kiárat legyen meg. Tehát ettől magasabbra nem szabad föltenni. Tehát az a lényeg, hogy ezt így kell kihoznunk, ezt a lezárást így, hogy itt úgy jön ki fel a füst, és ki fogjuk majd rakni, illetve kenni még. Most már Gyuszi már meg is csinálta az anyagot, úgyhogy ezt egy haladásról percről percre minden be van ütemezve, egy gyerekek, úgyhogy megy a meló. Na, ezt most mit akar? Akkor ezt egy be lehet kenni sával, illetve agyaggal, hogy ragadjon meg. Így más bele, légy szíves, tököm, ezt egy így. Ezt az... ide? Nem, a mold, azt a mold, ott, azt, azt. Azaz. Hát aki, jó, elég lesz. Jó, köszönöm. Na most ezt ide bele fogom ide helyezni. Látjátok ide ezt a lukba. És majd ezt, az a lényeg, hogy aprólékosan
ki fogom kenni. Elmeztet is mácsom bele? Igen. Egy marik agyagot majd még fogok kérni. Tehát itten már nincs olyan nagy tűz lejátszás, gyerekek, mert itten már elmegy az energia itt fölé, ez az, és itt már csak a füst megy, úgyhogy de azért a lemezre még mindig. Ezek úgy kell, hogy megint nem megyünk magasabbra, látjátok, így a füstki járatot nem fogjuk eltorlaszolni, mert ez nem fog kijönni, úgyhogy ide is. Jó, még egy marik agyagot kéne egy szépen. Így. Ez az, jöhet meg, jöhet nyugodt. Látjátok, milyen jó gumi gyúrmás, így bele kell így csapni. Ez az. Hozzá, hogy? Majd igen, meg. Így bele csapjuk. Így. Bele a szemembe, bele csapjuk. Hát te ne nézed ide. Hát szerintem körülbelül ez így néz neki. Nagyjából csak az a lényege, hogy... Hát maga nagyon okos, nagyon ügyes. Sose voltam. Nagyon ügyes, amíg bácsi. Az élet megtanítsa az embereket. Na mindjárt itt egy spaknival egy kicsit eligazítjuk. Éppen ahova kell. Itt van. Hú, de jó ragad, jó gumis, tehát ez... Mász bele a vízbe, légy szíves, ezt a spaklit egy kicsit, nem tudom, hogy jobban. Tehát segéd nélkül ez nehéz egy kicsit, meg lehet csinálni, csak ugye szükség van rá. Tessék csak. Köszönöm. Szívesen. Tehát ezt így szépen így befogom, így. Hát ennek lesz olyan tartás, a bácsi, hogy... Meg súlya is lesz. Nem, nem. Súlya is. És már ilyen dolgot az az igazság sehol nem nagyon csinálnak, de nem is nagyon lehet kapni. Úgyhogy csak tudjon a ilyen munkálatokat. Még a cserépkályház szakma még mindig itt van, de az is sajnos kihalóba van. Sajnos kihalóba. Hát nekem ilyen nagy gyakorlatom a cserépkályhában nincs. Majd ide kell még gyuszi hozzá anyagot, mert ide így látjátok, ide beleülő. Hova tegyem? Ide, alulra látod, ide. Egy, nekem ezt köszönöm. Itt látjátok ezek a dolgok. Úgy ragad ez, úgy mint a Heidermann kis. Húzzam! Majd igen, mert itt kell, és már most már mindjárt itt vagyunk a fedésnél, látjátok. Lefedjük a tűzteret. Csak az tudom a középre, oda. Jó. Oké, majd én szedek el amennyi kell, ami nem, meg úgy is kiszedem bele. Itt is kiszedem. Ez tulajdonképpen ez a terelő, ez a, úgy hívják azért, hogy füst terelő. Ha lezárjuk ezt a véget, látjátok, akkor olyan lesz, hogy a hőt vissza fogja tolni. És akkor lehet sütni benne fogácsát, meg bármit. Tehát mondom még egyszer, ez nem így van eredetileg, mert ehelyett egy úgy hívják, egy betét szokott benne lenni. Itten egy ilyen lerbetét, úgyhogy hívjuk, én nem foglalkozok most ezzel a vasmunkával, úgyhogy... Most egyedileg lesz kialakítva. Most, hogy... Nagyon jó kialakít, Csevé bácsi. Köszönöm, hát remélem, hogy jó lesz. Tehát ezeket a... Legjában van ez a közmondás, ez ebben minden megtanul valamit, úgyhogy most már... Nem, azt úgy szokták mondani, van egy mondás rá. Azt szokták mondani, hogy jó az öreg fa árnyékába megpihenni. Mert egy fiatal árnyékba a fának, ha meleg van, nem úgy tudsz megpihenni, mint egy jó öreg diófának az árnyékába, ugye? Sok az élettapasztalat, a szenvedés, ugye a dolgok, és akkor az emberből ezeket tett. Hát igen, a mi bácsi sokat fejeztik ilyen, nem úgyhogy tudja. Sokat? Nem sokat, hanem állandóan. Állandóan. Úgyhogy ebből álltunk ki. Kis pogácsa. Igen, boldogot. Még a tetején is meg lehet sütni.
dolgot, úgyhogy... Emlékszem, mikor nekünk ilyenünk volt, mindig ízét tettünk rá, mi bácsi, ilyen héjas krumpli. Igen, mert képzeljük el, hogy még olyat is csináltunk, hogy kauróval tüzeltük, azt anyám azon főzte a galuskát. Ízik kaura, úgy hívják a kukoricának a szára, mikor a tehén leette róla, azt elmentünk a szomszédba, azt mondta el, hogy nyugodtan, azt mondja, tessék Juliska rendi, vigyel nyugodtan az ízik kaura, száraz volt, az langalaus, azt nyomta forró vizet, mert azt akkor főgte a galuska, ültünk oda a küszöbre, nem asztalnál lettünk, leültünk a küszöbre, öcseim, mert azt akkor elkezdtünk enni a galuskát. Hát igen. Úgyhogy, de már hol vannak ezek a dolgok, Helad? De viszont szép dolgok voltak ezek, nem? Szép dolgok. Meg nem volt internet sem, meg ese, meg az sem, meg tévé. Hát hétfőn még adás sem volt a tévében, nem tudtál semmit nézni. Se híradó, semmi. Igen. Nem volt valamikor. Na, hát úgy látom, hogy már marcsok. Nem. És akkor mivel foglaltál te magukat, ha nem volt tévésen? Rádióval. Volt olyan, hogy fecske rádió, meg volt az a Szokol rádió, orosz, ami ilyen zsebtelepellemmel működött, mert villany se volt, úgyhogy már nekünk már a később idők folyamán olyan volt, hogy petroleumlámpával világítottunk, meg szalmaágyba aludtunk. Azt nem volt az, hogy te ezt nem eszed meg, mint ahogy most az, hogy az azt teszik, meg azt teszik. Megfőzt anyám a bablevest, azt a volt bele kolbász, beletette, nem volt meg anélkül. Rácselgetett egy rántást, ott akkor megsütött a kályhán a izét, a pogácsát, őjjel neked, nem eszel? Nem? Jó, mehetsz ki, estére úgy jöttünk be, fel úgy jöttünk, mint a kalács. Nem volt itt választás. Most meg vál, meg én is válogatok valót. Hát ugye ez van. Na gyerekek, hát akkor így körülbelül működött ez a retro világ valamikor. De mit játszottak, vagy mit csináltak? Hát, a boxos katúja voltam, úgy csináltuk bele egy. Az micsoda? Egy boxos, egy kis kerekkat, amit befejültesüvednek a tetőt, akkor szeggel átütöttük, azt akkor egy lejtszere rászegáltuk, és így csaladgáltunk bele, egy kis gurigat csináltunk magunknak bele, meg ilyen gumigatyázás, vagy gumibugyizás, az mi? Meg rickázás, meg ilyeneket játszottuk, meg játszottuk indián filmeket, meg ilyen játszottunk dolgokat, meg ilyeneket csináltunk. De jó! Hát, de mi az a ricka? Hát ez egy ilyen nyolc iskola, tehát így ehhez néz ki, mint ez. Így volt egy, kettő, három, négy. Tehát ilyen kockart, egy lábon kellett ugrálni bele. Itt meg volt egy másik rész, egy, ahol már itt egy, volt benne egy ilyen elválasztó, utána tudtok nézni, egy icka játék. Itt akkor beleugrott két lábbal. Ezt már nem úgy hívják, hogy bácsi, tudom, hogy miért. Követ bele kellett. Ugró iskola. Igen. Így kell neked, megmutatom benne. Itt volt egy egyes, itt volt például kettes, akkor az. Ugraóiskola, Evél bácsi. Ne. Már úgy hívjuk ugraóiskola. Na jó van, térjünk vissza a dolgokhoz, úgyhogy már is nem sokára. Folytatjuk, szusszanunk egyet és folytatjuk a munkát. Na gyerekeim, hát én megpróbáltam, már csináltam egy gyújtást, hogy jobban menjen, itt kivágtam flexel azért, mert így a húzás jobban megyen, látjátok füstön a kémény. Nézzétek meg, nem ez füstön, hanem onnan füstön, lever a füstöt, kukkatjunk bele a tűzbe. Látjátok így. Ég, ugye? Na most csak nem nagyon gyújtottam be, mert még most jön a festés, meg ez le lesz vastórozva, le lesz takarítva, tehát így néz ki, kivágtam a lemet, itt is a helyt. Ezt egy csavarral rögzítettem a tuskóját, mert muszáj volt. Úgyhogy azt lehet mondani már lassan-lassan, hogy elkészült. Annyi van hátra, hogy kap egy festés, meg egy takarítás, meg visszahelyezem majd ide a fogóvállatot. Tegnap látjátok ezt, hogy majd vissza fogom ide majd tenni. És akkor a konyharuhát, vagy stb. Mit tudom, hogy milyenre tesszük ide. Ez itt fog majd elhelyezkedni. Nézzük meg, hogy így szépen látjátok. A tűz. A tetején nem füstöl, nézzük meg, nem. Láttátok. Na most az a lényeg, még elárulok nektek valamit, hogy azt akarom mondani, hogy amelyeknek itt az oldalánban füstkijárat, az nem igazán jó. Tehát mindig ide kell tenni a füstkijáratot, én már itt behúztam már egy kis anyaggal, de majd ezt mindjárt le fogom majd plettelni, le fogom takarítani, festeni, úgyhogy
ez bele csímítva. Hát nagyjából így néz ki, hát ez az én maszek munkám, átalakítottam a törött platból, vágtam ide egy darabot, itt egy csavarral rögzítettem, hogy ne vigye el a szél ezt a csövet, hogyha lesz. Tehát karika nincs egyébként, bejártam fél Magyarországot, elmondom nektek, a mély telepeket végignéztem, és sehol nem lett platot, kályha karikát már. Retrakinek van vita, az is meg van repedve, meg van törve, úgyhogy ilyen kályhát már nagyon nehéz. Ha újonnan vesztek, akkor ez egy olyan 250 ezer forintot el lehet rátenni erre a kályhára. Na most én ezt nem oda be fogom, hanem itt lesz majd a helyem, hogy itt összetakarítunk, és akkor lesz majd rajta főzés, lecsófőzés, meg stb. Meg bla 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 bla. Úgyhogy ezt is látsátok, itt összecsiszoltam így a kettőt. Na hát ugye... Nagyon próbáltuk ki, tehát meglátjátok, hogy... Úgyhogy ég a tűz, már lehetne sütni rajta rántottá. Nagyon takarékos, de ezt ne próbálja mindenki, mert nagyon nagy hőnél, ezért csattannak el a platok. De most remélem, hogy ez nem fog elcsattanni. Na, mert nem olyan forró még annyira, mint amennyire, úgyhogy ez csak egy próba volt. Hát akkor most már nem fogok még most már több mutatmányt mutatni. Úgyhogy ez elkészült, most már ennek egy megtakarítás jön még, meg ezt le fogom vasporozni, és le fogjuk takarítani, és helyre fogjuk kiállítani. Ennyi volt a videó, de majd visszajövök majd, hogy fog kinézni, amikor le lesz takarítva. Gyerekek, elkészültem, már voltatok benne a próbába. Hát ugye elégben a kezem, ugye ez nem szégyen, ugye a munka. Ugye, elkészült, majd főzünk rajta finomakat. Ugye meg szerettem volna mutatni nektek ezt a videót, hogy én a multivilágból érkeztem, és a rossz dolgokból is, a hasznomehetetlen dolgokból is csinálok olyat, ami, ha nem is úgy, de legalább hasznát veszi még az ember nagyon sokáig. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, megnéztétek. Iratkozzatok föl a csatornámra, nagyon szépen köszönöm, legyetek szerencsések, millió puszi, olyan, és sziasztok!